Az előrejelzések szerint egész héten kánikula várható. Kíváncsiak voltunk, hogy itt a fehérvári strandon hányan próbálják meg átvészteni a hőséget a medencék partján. És ráadásul egy kis kulisszatitokra is fény derült, jövőre új medencékkel bővül az intézmény. Jelenleg három medence üzemel, egy klasszikus 50 méteres medence, egy közepes vízmérségű kisebb, illetve a nagyon kis gyerekeknek egy bokáig érő medence. Ha azt látjuk majd, hogy augusztus legesleg végén már nem lesz jó idő, akkor igyekszünk minél előbb bezárni a strandot, hogy a medence visszaalakításával az úszoda része tudjon lenni újra a nagy medence. Amikor bezárjuk nyár végén a strandot, akkor lesz egy nagyobb felújítás, aminek keretében jövő májusra élményelemekkel fog bővülni a strand. Ez jelent egy pár plusz medencét, illetve egy csúszdát. Ez közel 400 millió forint lesz. Elsősorban az öltöző épület környékére lesznek elhelyezve, ami most homokos focipályaként üzemel arra a területre, illetve az innenső oldalra. Az nagyon fontos megjegyeznünk, mert már kaptunk ilyen észrevételt, hogy fákat nem fogunk emiatt kivágni.